A hagyomány szerint ezen a napon, február 2-án a medve kibújik a barlangjából. Ha tiszta az idő, és a mackó találkozik az árnyékával, megijed tőle és visszamegy aludni, így még sokáig fog tartani a tél. Azonban, ha nem látja meg az árnyékát a borús, zord időjárás miatt, a rossz idő nem sokára enyhülni fog, és hamarosan vége a télnek. A Globo Televízió stábja ellátogatott a Miskolci Állatkert és Kultúrparkba, ahol a bocsok kijelkezésekor kisütött a nap, meglátták árnyékukat, de nem ijedtek meg tőle, így várhatóan jön a tavasz. Ugye február 2-a az a medvelesnek a napja, ugye Gyertyaszentelő Boldogasszony napjához kötődik ez a népi hagyomány, hogyha február 2-án a medve kijön a barlangjából, ha meglátja az árnyékát és megijed, visszamegy a barlangjába, akkor még hosszú, kemény tél vár ránk. Viszont, hogyha nem látja meg az árnyékát és kint marad, az azt jelenti, hogy hamarosan beköszönt a tavasz és közeledik a jó idő. Dorka és Borka ugye kijöttek, kint is maradtak, időközben ugyan a nap az kisütött, de úgy látom, hogy nem nagyon rémültek meg, úgyhogy bízunk benne, hogy igazuk lesz, és hamarosan már a jó idő fog ránk várni. A jelenlegi helyzetben nem fogadhatnak látogatókat az állatkertek, azonban egy alternatív lehetősége próbáltak megkedveskedni a látogatóknak az ott dolgozók. Minden évben ez már egy hagyományos program nálunk, a medveles Dorka és Borka egyébként is a közönségnek a nagy kedvence. Sajnos ebben az évben az állatkerteknek is zárva kell tartaniuk, de azért próbáltuk megoldani azt, hogy mindenki megnézhesse a medve jóslást, aki szeretné, úgyhogy az állatkert Facebook oldalán élőben bejelentkeztünk, és ott meg lehetett nézni, ahogy a medvék előjöttek a barlangjukból. Úgyhogy ezt a videót fent is fogjuk ott hagyni, úgyhogy aki esetleg nem tudta élőben követni az adást, azok később is megnézhetik majd. Ha hihetünk a népi hiedelemnek és az állatok jóslásának, akkor az elkövetkezendő időszakban már beköszönt a tavasz.